Aki a Széchenyi Pékségben bármikor is Dunajváros kenyeréből vásárol, az minden egyes alkalommal egy jó ügyet szolgál, és 50 forinttal hozzájárul az éppen kedvezményezett cél kitűzéseihez. Most az útkeresés segítő szolgálat alapítványa jutott támogatáshoz. Hétfőn délelőtt Pintér Tamás polgármester és Róka Sándor a Pékség kereskedelmi vezetője adta át a támogatói dokumentumot. 425.600 forintos értékben sikerült ebben a rövid időszakban, ugye negyed év alatt összegyűjteni ezt az összeget, köszönhetően a dunajvárosi lakosoknak, akik a Dunajváros kenyerét vásárolták meg, és ezzel is hozzájárultak egy nagyon nemes kezdeményezéshez, illetve egy nagyon nemes felajánláshoz, amit Róka Sándor is megtett az elmúlt időszakban önkormányzatunkkal kiegészülve, és az útkeresés segítő szolgálatnak fogjuk tudni ezt az összeget átadni. Pintér Tamás elmondta még, hogy a szokásoknak megfelelően a befolyt összeget 500 000 forintra kerekíti ki az önkormányzat, és ezt az összeget kapja az Érted vagyunk 1987 alapítvány. Budavári Sándorné, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy prevenciós tevékenységre és a gyermekeknek szervezett különféle szabadidős programokra, azok anyagköltségeire szeretnék fordítani ezt az összeget. Ezt követően Pintér Tamás bejelentette, hogy a következő kedvezményezett Balog Lívia lesz, az a harmadik osztályos kislány, aki egy bakteriális fertőzés miatt bénult le, és a mai napig is tartó rehabilitációja rengeteg pénzt emészt fel. Ehhez kérik most a városlakók támogatását is. Egyébként kérem a dunajvárosiakat, hogy bár tudom azt, hogy nagyon jó szívvel szoktak elmenni és vásárolni Dunajváros kenyeréből, de most kiemelten fontos, és én mindenkit kiemelten szeretném felhívni a figyelmét, hogy most akik csak tudnak és lehetőségük van, most biztosan menjenek el és támogassák ezt a kezdeményezést akár Dunajváros kenyerével, de akár az alapítványnak a közvetlenül is a számlájára, hogy segítsék Liviát. Én is ezt fogom tenni, és ezt is tettem az elmúlt időszakban, de nem is rólam van szó, mindenki másról, mert hogyha össze tudunk fogni, akkor tudunk valamit elérni, azt gondolom. Balog Livi édesapja, Balog Róbert is szólt a rendezvényen, és megköszönte a lehetőséget, amivel kislánya közelebb kerülhet a gyógyuláshoz. Livi most harmadik osztályos itt a Móricz Zsigmond általános iskolában. 2021. szeptemberében kezdte az első osztályt, még teljesen egészségesen. Majd két hónappal később egy vélhetően bakteriális fertőzés által gyakorlatilag 4 nap alatt nyaktól lefelé lebénult. A mélyponton a 4. nap végén a tüdeje is érintett volt, de szerencsére a lélegeztetőgépet megúsztuk. És innen építkezünk föl az, hogy mára ő önállóan kerekesszékkel tud közlekedni, már ez hatalmas dolog. A Dunajváros kenyere akció tehát folytatódik. A következő negyed évben egy dunajvárosi kislány gyógyulását, rehabilitációját segíthetjük közösen.